Üdvözlény Mária! Jöjjenek a források! Vite Gottfried A 12. század elejétől 1185-ből származik az az érdekes krónika, amelyet Gottfriedeus Viterbiensis, harmadik Konrád, első Frigyes, és negyedik Henrik király udvari papja és nótáriusa szerkesztett fiatal uralkodója Henrik számára. A tudós pap, aki 1133 és 1196 vagy 1198 között élt, ura megbízásából több fontos küldetésben, sőt több hadjáratban is részt vett. Majdnem félszázados munkássággal gyűjtötte össze azokat az adatokat, amelyeket, mint a világtörténelem legjelentősebb eseményeit, Memoria szekulórum, című világkronikájában, prózában és versben vegyesen közöl. Dagadó hexamételeiben és könnyen gördülő prózájában sok meséselem keveredik a valósághoz, ezért nem mindenütt megbízható. E munka Derek Bius Gotorum fejezetében találjuk a következőket. Olvassuk, hogy két magyar királyság van. Egy régi, Meotis mocsarainak vidékén, Ázsia és Európa határán, és egy másik, majdnem új uralma kezdetén Pannóniában terült el. Ezt a Pannóniát a némelyek új Magyarországnak nevezik. A magyarokat hunoknak is hívják. Ezek uralma idején Attila és Totilla egykori fejedelmeik sok királyságot dúltak fel Itáliában és Galliában. Alább találjuk a következőket. Ugyanis az időben, amikor Aina trója lerombolása után Itáliába érkezett, két másik trójai fejedelem, az ifja Priámus, a nagy Priámusnak, Antenor nővérétől való unokája, ugyanannak atyajágról való rokona, 13 ezer emberrel, a már Leiri komolát régi Magyarországba érkezett. Ez Ázsia és Európa határa környékén a Mióti-Szimocsanak közelében terült el, és itt nagyvárost építettek, Szikambriát. Ugyan őket e helyről Szikambruszoknak is nevezik. A római hagyomány nagyjából meg is egyezik az idézett szöveggel, mert az előbbi szerint is Anténor trója pusztulása után fiaival együtt Trákiába, Illíriába, majd sok bolyongás után Itáliába jutott, ahol Patavium megalapítása fűződik a nevükhöz. Ellenben más beszélnek a középkori krónikák. Antenorról. Ezek szerint nem Itáliába, hanem a Méóti szingományai közé menekültek. Majd innét is továbbvándoroltak vándoroltak Pannóniába. Ilyen formán ír például a 11. század terekatájáról származó Ex Miraculis Sancti Genulfi. Az ő népe pedig elmenekült Ázsiából Európába. Egyik részük Aeneas vezetése mellett Itáliába, más részük pedig Antenorral az élen, Meoti szingományain és a Tanaisz folyón keresztül Pannóniába sietett. Vitebroi Gottfried világkrónikájában is hasonló változattal találkozunk. Az sem meglepő, hogy a tudós barát a magyarokat a hunokkal azonosítja. Homan kimutatta, hogy a középkori krónikában elég gyakran nevezik mind a hunokat magyaroknak, mind a magyarokat hunoknak. Való azonban, hogy Vitebroi Gottfried írásai nem csak a két népet azonosítják egymással, hanem Gottfried még az avarok és a magyarok között sem tesz különbséget. A hexameterben írt Speculum regumban olvassuk például Nunc venuit hunni góti venuit et alani. Most jönnek a hunok, gótok, s jönnek az alánok. A huni mellé valaki még réges-régen oda jegyezte Ungari! A Pantheon című munkában pedig kétszer is említi az avarokat így. Regnum skitarum et avarum itt est ungarorum priorum. A szkítáknak és az avaroknak, azaz a korábbi magyaroknak. A királysága. Valamivel később ismét avarez id est ungari pannoni avarok, azaz pannóniai magyarok. Vincentius Bellová Kensis, vagy Vincent de Bauaris, 9. vagy Szent Lajos király gyermekeinek nevelője a 13. század jeles enciklopédistája volt. Született a 13. század elején, meghalt 1234-ben. Domonkos rendi szerzetes, kitüntető mellékneve, spekulátor. Élete legnagyobb részét a Mundban Lajos király kedves várában töltötte. Itt írta meg élete híressévált főművét, amelyet a kéziratok bibliotéka, Mundi Speculum Maius vagy Speculum Triplex néven szoktak emlegetni. Ez a munka három része oszlik. Az első rész Speculum Naturale, a természettudományokat, a második rész Speculum Doctrinale, a tanulóknak és teológusoknak szükséges tudományokat, mint bölcsészet, nyelvtan, logika, szónoklattan, költészet. A harmadik rész Speculum Historiale, pedig rövid történeti összefoglalást nyújt. Ádámtól kezdve 1254-ig a világ folyásáról. Ebben a történeti részben olvashatjuk Pannonia címszó alatt a következőket. Pannonia Európa egyik tartománya, amelyet valamikor a hunok hódítottak meg. Ugyanez a nép közönségesen Hungáriának nevezi. A második oróziumból kettő van. Major és Minor. Az a bizonyos major túlsó Szíriában van, túl a Meotiszi mocsarakon. Innét indultak ki kezdetben a hunok, a vadászat kedvéért, és igen kiterjedt nocsarakon és földterületeken át a szarvasok és vadak csapásait követve végre elérkeztek magába Pannóniába. Miután visszatértek saját országukba, ismét visszajöttek. Röviden nevezve Pannóniába, és előzve onnét a telepeseket, népüknek és hazájuknak eredetük korai idejére vonatkozó nevet adtak. Isidorus Hispaniensis Rubruk a tatárok előretöréséről írottakban hivatkozik Izidoruszra. Szevélyi Szent Izidor bátyjának utóda volt személye és aki székében. Tudományossága és az egyház kormányzásban való nagy ártassága már életében híresre és is ismertétette. Iskolákat, kolostorokat, papnöveldéket alapított, és a szegények atya volt. Nem teremtő elme, de gyors munkás, aki összegyűjtötte a régi brómai írók hagyatékában rejlő értékeket. Munkái világot vetnek és nagy befolyással voltak az egész középkori tudományosságra. Főművei az összes tudományok összefoglalása, etimológia, munkában minden irányú ismeretét összehorta a kiváló író, mit csak évtizedek során összegyűjtött. Bennüket leginkább érdekel ezúttal a Gótok, Vandálok és történet története című munkája, amelyben a 9. 266 a hunokról így ír. Az ugnokat korábban hunoknak nevezték, később királyukról avaroknak hívták őket. Ezek korábban a távoli Meotis vidékén jeges földje és a masszagéták szörnyű népe között laktak. Amikor aztán innen fürge kaukázusi lovaikon kitörtek, oda rontottak, ahol a törzseket addig Nagy Sándor végvárai fékezték meg, és ezek kelet 20 keletet húsz éven át igában tartották, sőt, az egyiptomiaktól és az etiópoktól évi adót szedtek. Egyéb írásai kizárólag egyház történeti vonatkozások és a szentek vagy az egyház tudorok életéből merítik tárgyukat, Szent Izidor idézett sorait, Németi Kálmán találta meg, és adta közre Nagy Magyarország ismeretlen történelmi okmánya című munkájában. Budapest 1910. Ugyanitt 20. Egyéb kéziratos putfőről szerzünk tudomást. Albericus Trium Foncium. A kies kampány Troy Fontanzei Cistercita kolostorában élt. A 13. század első felében Alberikus szerzetes nevét világkronikájával örökítette meg, élete főművének számító munkáját 1232-52 között írta. Azonban az eseményeket igaz, hogy a világ teremtésétől kezdve csak az 1241. évig tárgyalja. Az 1237. évi események kapcsán kitér Juliánus második nagy magyarországi útjára is. Ad annum 1237 MGH SS, 23. 924. Abban az időben pedig a tatárok amolyan barbár összeverődött nép voltak, Johannes előjáró uralma alatt, midőn Johannes előjáró azon háború alkalmával, amelyet a médek és perzsák ellen viselt, ezeket az övé segítségére hívta, és őket az erődítményekben és a sáncokban elhelyezte. Johannes előjárót meggyilkolták, és földjének nagy részét megszállották. Egy királyt helyeztek maguk fölé, mintha az lenne Johannes előjáró, és azután sok bajt zúdítottak a földre. Így azt is, hogy még az évben nagyobb részt Örményországban 42 püspököt legyilkoltak. Így az a kósa hírtámad, hogy eme tatárnép Kunország és Magyarország ellen készül. Hogy megtudják, melyik igaz a két hír közül, kiküldöttek Magyarországból négy domonkos rendi szerzetest, akik száz nap alatt a régi Magyarországig el is jutottak. Mikor ezek visszatértek, hírül hogy a tatárok a régi Magyarországot már elfoglalták, és felhatóságuk lávetették. Ez az egyetlen adat is elég ahhoz, hogy Juliánus személy ellen intézett, korábbiabban már említett durva és alaptalan támadásokat a megdöntse. Mateus Parisiensis ugyancsak virágkrónikát írt. A Szent Albáni Kolostor egyik szerzetese, Mateusz. Ez a krónika már az 1259. évi eseményekkel is foglalkozik, és pedig úgy, hogy 1235-től 59-ig tartó évek eseményei Mateusz barát eredeti feljegyzései. A korábbi időkkel foglalkozó feljegyzések pedig Jó de Cella és Roger of Vendauer, Flores Historianumjának egyszerű átírásával készültek. A munka két is megemlékezik Nagy Magyarországról, és pedig a mongolokkal kapcsolatban. Ez a nép különösen érdekelte a szorgalmas barátot, mert sok adatot és forrásmunkát gyűjtött össze erre vonatkozóan. Ad, anna, ad annum 1238 mgh. ss. 28. 145. Azokban a napokban küldték el a szaracénok követeit szokás szerint a frankok királyához, hogy hírül vigyék, és azt, és az igazságnak megfelelően megmagyarázzák, hogy eredetileg a Mont Veter vidékről és szörnyűséges emberi fajzat, egy szörnyűséges emberi fajzat nem is emberformájú előtört. Az északi vagy havas hegyekből is hatalmas területet meg kelet gazdagait leigázta. Nagy Magyarországot elnéptelentette, és fenyegető tartalmú leveleket küldött félelmetes külsejű követségei által. Alá pedig így ír. Így módon, miután már a magyar királyságot néhány más királysággal együtt elpusztították, a tatárokat legyőzték. Ugyanezen időközben a tatárok, ez az embertelen fajzat, amely nagy pusztítást vitt véghez, és a keresztények határai már majdnem ellenséges, az ellenség kezébe jutottak, leveletve és szétzüllődve visszavonultak Nagy-Magyarországba. A legnagyobb részük azonban az erőkezében és a kardok órájában kegyetlenül legyilkolva esett el, minthogy ez alkalommal öt keresztény és a szaracén királyság egyesülten szállott szembe velük a Szentlélek erejével. Tehát Baskíriába onnan indultak a tatár támadások. Egy magyar püspök levelét közli Mateusz Párizs a munkájához csatolt oklevéltárban liber aditamentorum et supplementorum. Ez az 1241 körül ezett irat, érdekes tartalmánál fogva különös figyelmet érdemel. Egy magyar püspök levele a párizsi püspökhöz a tatárok betöréséről és szokásairól. A tatárok tényleges létezéséről számolok be nektek, mint hogy azok öt napon át voltak, vonultak fel a magyar határvidék közelébe, és elékeztek egy folyóhoz, amelynek Dnieper a neve. De azon nyári időben átkelni nem tudtak, hogy ki akarták várni a telet, kémeket küldtek ki maguk előtt Russiába. Ezek közül kettőt elfogtak és elküldték őket a magyar király úrhoz, és én tartottam őket fogva. Kivallattam őket, merre van hazájuk, és azt mondották, hogy túl van bizonyos hegyeken, és azon folyó közelében fekszik, amelynek Eggog a neve. És úgy hiszem, hogy az említett nép lenne Góg és Magóg népe. Újabb biztos adatokat nem hallottunk tőlük, mivel előttünk van még egy nép, amelyet mordvinoknak neveznek. Ezek különbség nélkül megölnek mindenkit. És közülük senki sem merészkednék lábbelit húzni lábára, mindaddig még embert nem ölt. Úgy hiszen ők ölték meg azokat a domonkosokat és ferenceseket, valamint a többi követet is, akiket Magyarország királya tájékozódás véget kiküldött volt. Töprengés nélkül elpusztítottak, és feldúltak minden földet, amelyet csak bejártak, a már fentebb említett folyóig. Ennek a levélnek történeti adatai és helyes földrajzi kerete méltán keltik fel érdeklődésünket. A modvinok, amint az Julianus leveléből is kitűnik, Valóban a tatároktól nyugatra laktak. A tatár állítása, hogy országuk túl van egy bizonyos hegyeken, az ural szint úgy helyes. Az Eggog folyó nevében pedig nem nehéz a Jagag vagy Jagac szóra az Ural folyó ősi nevére ismernünk. És végül zárjuk egy térképpel. Mappa terrae habitabilis. A fenti címel 1260-ból egy kéziratos térkép maradt ránk, Mateusz Parisiensis hagyatékában. Jelenleg a The British Museum-ban őrzik. Ez sok jó igyekezettel, de kevés realitással megrajzolt világkép Nagy Magyarországot, a Pannonföldi Magyarország, és a közé helyezi imígyen. Alimaspi, Szicia, Major Hungaria, Minor Hungaria, Polonia, Ausztria, Dürigia. A térkép teljes címe. Mappa, Terrae, habitabilis flores historiarum sive historia ab urbe condita ad annum 1251 per mat heaum de parisio 1230